Sziasztok, Gergelyek, és itt vagyok egy következő videóban, mégpedig az Xbox One X konzolt fogom nektek bemutatni. Lesz egy kis kicsomagolós rész, tehát nem kifejezetten ez lesz a cél. Csak kicsomagolom, hanem szeretnék kicsit így bővebben belemenni. Tehát szerintem már mindenki kifejezetten milyen specifikációval van a gép, mert mit tudom, nem erre akarok ítélni, hanem arra, hogy mennyiben különbözik például az Xbox One, sima Xbox One-hoz képest az Xbox One X. Kipróbálom a gépet, most megcsináljuk az unboxingot, ki fogom csomagolni. Utána pedig elmondom a véleményem, mi az első reakció, mi a véleményem úgy összességében az egészről. Na, kezdjük el az unboxingolást. Elsősorban nézzük meg a dobozt, micsoda írások vannak rajta, szerintem már mindenki unboxing volt, de azért körülmutatom, hogy hát most már gyárlag 1 TB-os a cucc. Jó, van minden dobozát, mert tényleg mindenki látni, szóval szerintem bontsuk tényleg ki. Na hát elsősorban a tetején volt egy ilyen, szerintem ebben vannak az ajándékkártyák. Ugye, az első kárt, ugye kapunk egy hónapos Game Pass előfizetést, amiben 100 darab játék van. Tehát ez a minimum. Kapunk egy ilyen, hogyan dugjuk össze az xboxot.hu. Hát figyelj, aki ez nem érne, hát nézzük, mik vannak még. Na most ebbe a kis dobozkába találunk egy HDMI kábelt, ami nem xboxos. Nem xboxos kivétel. Kapunk egy joystickot, egy hálózati kábelt. Na, itt az Xbox, mindjárt leszedem róla ezt a fóliát. Egyébként ami elsőre feltűnt az Xbox-a kapcsolatban az, hogy brutál nehéz lett az Xbox. Oké, meg is vagyunk. Tényleg egyébként sokkal nehezebb lett, mint az előző. Sőt, a Slim-től is sokkal nehezebb. Tápkábel. HDMI kábel. Optikai kábelt, amit még be fogok kötni. Illetve a net kábelt, mert szeretem fixen, ha működik. Ugye hát a joystick az... szokványos. Egyébként ezen nem is változtattak semmit. Na jó, de azt mondom, hogy tényleg változtattak rajta. Ami elsősorban észrevettem az, hogy itt ez a részest ilyen más a fajta anyagból készítettek, ami azt jelenti, hogy nem csúszik az anyag, tehát ilyen recés. Meg a másik, a fönti gomb, az előző joystickomnál sokkal nehezebb volt benyomni. Ez az, amit szerintem észrevettem így egyelőre. Ha már túl vagyunk egyébként a kicsomagolós részen, elsősorban a joystickról szerettem volna beszélni. Külső dizájn igazából nem változott semmibe. Maradt ugyanaz, ami eddig. Viszont amit észrevettem, hogy nem olyan csúszós lett az anyaga, teljesen egy picit át lett alakítva az anyag használat. Ezt ugyanúgy észrevettem egyébként a gombok használatában, meg a hátsó gombok, mindenféle gomb kialakításban. Na hát fejlődtünk technikában. Hátsó, még nem is a trigger gombokra gondolok, hanem a fölötte lévő ezekre a kattogtatós gombokra, hogy az első generáció, Xbox One-os generáció részében egyszerűen olyan nehéz volt néha benyomni, hogy rendesen volt, hogy már így rá kellett feküdnöm, hogy érzékelj, benyomtam. Most már ezen egyébként sokkal finomabban, tehát lehet kezelni ezt a két hátsó gombot is. A másik pedig a kereszt gomb, ugye, az alsó, az is sokkal-sokkal finomabban tudom kezelni, tehát ez mindenképp előreugrás volt a joystick szempontjából. Örülök, hogy ezen változtattam, mert egyébként ebben tényleg elég sok problémám volt használat közben is az előző joystickkal. Akkor maga a játékra térjünk rá, a játékokra, hogy miben is különbözik maga a sima Xbox One-hoz képest az Xbox One X. A másik az, hogy például kipróbáltam a PUBG-t, ami ugye mostában nagyon menni, ez a Player of Battleground. Hát ugye játszottam egy pár meccset sima Xbox One-on is, meg játszottam Xbox One X-en is, és kíváncsi voltam, hogy mi a különbség. Framerate dropok még ugye mindenképp konzolon van, Early Access a játék, tehát még olyan verzióban van, ami még nem teljes. És ami a lényeg, hogy amit észrevettem, hogy sokkal ugye nagyobb a felbontás, ami szerintem nagyon jó egy 4K-s tévén, de szerintem akár egy sima tévén is biztos észre lehet venni a különbséget. Ugye sokkal részletgazdagabb a kép. A látótávolság sokkal-sokkal nagyobb. Csak azt mondom, hogy így végbe menőleg belenézel a képbe, és azt mondod, hogy de jó Isten, milyen jól néz ki így az egész összértékben. A framerate dropról még persze bizonyos játékoknál is érződik, hogy sokkal-sokkal stabilabban fogja egyébként, hogyha 30 FPS-ről van szó, vagy hogyha 60 FPS-ről. Nem csak abból fogunk kiindulni, hogy most jó 4K. Tehát maga a felbontás is tök jó, hogy sokkal nagyobb a felbontás, viszont az, hogy 60 FPS bizonyos játék, tehát az, hogy megduplázták a framerate-et 30-60-ra, egyszerűen brutális élményt tud adni. Jó számítógépről nem beszélünk, mert egyértelmű, hogy a több FPS-t is ki lehet hozni, de azt mondom, hogy a 60 FPS már egy olyan érték, ami úgy elvárható lenne egyébként 2017-ben is, 2018-ban is, de örülök, hogy egyébként próbáltak ezen változtatni, és rengeteg játék most már támogatja a 60 FPS-t a 4K-s képernyővel. Egy jó pár játékot kipróbáltam, mint például Assassin's Creed-et is, az Origins, és ott is odaültem a képernyő, szinte itt volt a képernyő, és azt mondom, hogy hibátlan.
És az élsimítás is. Nem gondoltam volna, hogy ennyire jobb az egész. Nem azt mondom, hogy játék közben vannak bizonyos játék, amiben nem fogod úgy észrevenni. Tehát, hogyha megállnál egy területen és így szétnézni, azt mondanád, hogy azt a mindenit, mennyi különbség van. Játék közben vannak bizonyos játék, ahol most nem fogsz ennyire részletbe menni, hogy felfigyelni. De például térjünk vissza a Párizsi Rakt, és gondolj bele, hogy maga a fű, tehát azt mondom, hogy az Xbox One-on a fű ugye sokkal részletesebb, a házak, a lombok, meg minden, és akkor ki van előnyben? Ha úgy nézzük, az Xbox One-on, sima Xbox One-on a bokor sokkal kisebb. Tehát az Xbox One X-en nagyobb a bokor, és a sima Xbox-on pedig ugye sokkal kisebb, és akkor így belász a bokorba, azt mondod, hogy reméljük azért nem vesznek észre a sima Xbox One-on. Viszont akik meg Xbox One X-en játszanak, azok meg előnyben vannak, mert látótávolság sokkal nagyobb, sokkal részletesebb, sokkal jobban látod a karaktereket itt tettél, és sokkal jobban kilátszódnak a karakterek. Az élsimítás miatt is meg sorolhatnám. Na mindegy, ugyanúgy jártam, mint a múltkor. Na most volt egy kis ugrás, mert közben volt egy-két vendégem. Na mindegy. Szóval ott tartottunk, hogy érdemes-e az Xbox X-re beruházni? Természetesen igen. De attól függetlenül nem volt rossz az előző, tehát Xbox One sem, meg az S-széria se, tehát maga a Slim széria. Természetesen ők így összeköthetők, mert vagy nem sok különbség van egyébként a kettő között, a Sima meg az Xbox One Slim között. De én akkor is azt mondom, hogy ha teheted, akkor persze vedd meg az X-et. Akkor is méltően lesz különbség, hogyha nem 4K-s tévé játszasz, tehát biztos, hogy van különbség. Tehát attól részletesebb a kép. Tehát hiába nem 4K-s a kép, de akkor is azt mondom, hogy sokkal részletesebb, meg nagyobb a látótávolság, tehát ez nem kell 4K-s tévé. Meg mellékesen a képkockának sűrűsége is, tehát azt mondom, hogy a 60 fps az ugyanúgy 60 fps Full HD-s tévén is, mint 4K-s tévén. Viszont egyetlen egyre lennék kíváncsi az, hogy mondjuk egy simovánon még mondjuk az egyik játék csak 30 fps-es, még a másik embernek 60 azért, ott is van már különbség. Tehát azt mondom, hogy valamilyen szintű előny azért mégis van az Xbox X-eseknél. Vagy például gondoljatok bele, hogy be kell töltsön valamilyen textúra, vagy valami, és hamarabb betölt sokkal az Xbox One X-nél, mint a sima Xbox One, és akkor azt mondom, hogy akkor csak előnyben van. Szóval, összességben összesítsük, nagy felbontás, nagyobb látótávolság, szebbek a textúrák, meg hát frame szegben is azért sokkal nagyobb, tehát maga FPS számban. Szóval azt mondom, hogy megéri? Persze, hogy megéri. Én viszont amit még pluszban észrevettem egyébként a gépen, sokkal jobban melegszik, mint a sima Xbox One, valószínűleg mondom azért is, mivel leépítették a tápot. Azzal gondolkoztam, hogy vágom bele egy-két képet maga a játékokból. Próbáljunk meg egy-két játékot, fel fogom venni, és megnézzük, hogy milyenek ezek a játékok, mennyire részletesek.
Brutál jó lett ez az Xbox szerintem. Világ legerősebb konzolja ide vagy oda, nem ez számít. Én azt mondom, hogy azt, hogy jelenleg úgy érzem, hogy ez most tényleg hozta azt, amit nekem kellett. Mégis ennyi összességében. Szóval tetszik. Na mindegy, ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, hogy nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és ha bármi kérésetek van, tudjátok, a szokásos lent tudtok nekem írni, vagy bármi kérésetek van az Xbox One X-el kapcsolatban. És hamarosan jövök egy következő ugyanilyen videó, vagy valami hasonlóval. Sziasztok! We'll be right back.